A kortárs művészeti intézet új kiállítása igen rendhagyó, hiszen 17 művész egy téma köré csoportosuló darabjait válogatták össze, ami nem volt más, mint a vakáció. Sokak járnak abban a cipőben, hogy egyszerűen nincs lehetőségük elmenni vakációzni. Ennek lehetnek anyagi okai, de lehet a munka is például, vagy egyéb kötelezettségek. És szerettünk volna egy olyan vidám kiállítást készíteni, amely pótolja azt az élményt, amit egy utazás vagy egy nyaralás pótol. A kurátorok nem művészeket, hanem alkotásokat kerestek, válogattak, majd ezeket a műveket gyűjtötték össze. A cél az elgondolkoztatáson túl a humor volt. Az alkotók között természetesen több dunaújvárosi is helyt kapott. Nagyon sokféle művet találunk itt, dunaújvárosi művészek is képviselve vannak, ezt fontosnak tartom elmondani. Az egyetlen kültéri munka Várnai Gyula nyári tábor című munkája, és itt van Páhi Péter, Füredi Tamás is, és Móder Rezső is természetesen, tehát egy izgalmas elegye annak, amit az ország kortárs képzőművészetéből most itt egy ilyen téma kapcsán összehoztunk, Fehérvári Tamás társkurátorommal. A kiállítás július 31-éig tekinthető meg a Kortárs Művészeti Intézetben.